Ja, alapvetően az államtitkárságunknak a feladata közé tartozik az, hogy foglalkozzon a teljes magyar nemzettel. Ugye 15 millióan vagyunk a nagyvilágban, ebből 12,5 millióan a Kárpát-medencében, 2,5 millióan pedig az anyországon határain túl. Azért nyitottuk ezt a programot, hogy segítséget tudjunk nyújtani a szórványban élő magyarságnak, hiszen azt láttuk, hogy legtöbb esetben olyan erőforrás hiány vannak, aminek a megadásával tudunk rendíteni a közösségeknek az életén. Itt a legszertágazóbb feladatokra, erőkre kell gondolni, néptáncosokra, cserkészekre, közösségszervezőkre, kulturális szakemberekre, akik a saját tudásukkal tudják segíteni a közösséget. Ezért indult el a program néhány évvel ezelőtt. A sikerét mutatja az, hogy korábban 50 ösztöndíjasal kezdtük, most 74-en vannak jelen pillanatban ebben a programban, és elhangzott majd itt a találkozón, hogy lehetne még néhány helyre küldeni. Hogyan tudja a nemzetpolitikai államtitkárság majd kamatoztatni ezt a rengeteg humán erőforrást, amelyet a program generál? Ja, ennek a találkozónak is az a célja, hogy a jó tapasztalatokat megoszták egymással az ösztöndíjasok, az államtitkárság képviselői is hallják, a főkonzulátus képviselői is hallják, illetve a mentorok is hallják, hogy máshol milyen tevékenység folyik. Az ösztöndíjasok minden hónapban, minden harmadik hónapban és a program végén egy beszámolót adnak le, egy szakmai beszámolót adnak le az államtitkárság részére, amiből azért egy nagyon komoly információ kinyerhető a jövőt tekintve, illetve van személyes beszámolási kötelezettségük is, és ezeket kamatoztatva, illetve a későbbiekben az információkat összegyűjtve tudunk tovább lépni. Hál' Istennek az ösztöndíjasok között azért nagyon jó a kapcsolat, meg is marad az ösztöndíjas időszak után a kapcsolat, és azért sokakkal személyes viszonyban is állunk, tehát megmarad az elérhetőség, ami azt jelenti, hogy ebből tudunk a későbbiekben táplálkozni. Akár a foglalkoztatottságra is gondoltam, hogy akár alkalmazni közülünk egy-két embert, aki beágyazta magát egy bizonyos közösségben, gyökereket eresztett, akár főkonzulátusi szinten, akár nemzetpolitikai államtitkársági szinten, hiszen ez egy humán erőforrás kincs egész Kárpát-medencében, hogy csak azt veszünk. Van ilyen elképzelés esetleg, hogy akkor így csipegetni közülük, hogy X, Y nagyon jó tevékenységet végzett, tudunk egy ajánlatot tenni neki? Nem csak elképzelés, hanem tapasztalat is. Van jó néhány olyan kollégám, aki korábban vagy körösi programban, vagy pedig Petőfi programban tevékenykedett, de azt is tapasztalom, hogy az állami intézmények, illetve a közigazgatás néhány területén találkozunk már olyan fiatal, aki ösztöndíjas volt, és el tudott helyezkedni valamilyen módon ezekben az intézményekben. Nagyon sok kulturális intézményben találkozom olyan ösztöndíjassal, aki olyan fiatal, aki ösztöndíjasunk volt. Ugyan azt gondolom, hogy ez egy jól körülhatárolható kör, és nagyon sokan élnek utána ezzel a lehetőséggel, hogy ösztöndíjasaink voltak, és ezekkel a tapasztalatokkal tudnak elhelyezkedni aztán az egész Kárpát-medencében. Édesanyám ötlete volt, hogy szerinte ez illene hozzám, mert magyar történelmet tanulok az egyetemen, és hogy szívesen foglalkozok emberekkel, külföldi magyarokkal, és hogy a Petőfi program az hozzám passzol. Dél-Amerikába szeretett volna küldeni engem, de megegyeztünk, hogy esetleg közelebb is jöhetek, és így kerültem ide. Pontosabban hova? Most Zsobokon vagyok ösztöndíjas, a Betesda gyermekotthonban.
Mióta te szüntesz ott szeptember 1-én érkeztem, a tanév kicsit később kezdődött, de már 1-én megérkeztem az otthonba, és elkezdtem a gyerekekkel foglalkozni. Egy teljesen ismeretlen környezet, egy elég nagy intézmény. Mi volt az első benyomás? Hát az első benyomásom az volt, hogy rendkívül fiatal vagyok ehhez a feladathoz. Valóban fiatal vagyok, 21 éves, a program alsó korhatára 20 év, úgyhogy éppen csak megütöttem a mércét, és így kerültem bele egy elég nehéz helyzetbe, mert itt gyermekotthonos gyerekekkel foglalkozom, akik nyilván olyan szociálisan hátrányos családokból érkeztek, amit elég nehéz feldolgozni és megemészteni nekik és a környezetüknek is. Említettél egy példát arról, hogy a sikerült fegyelmezni a gyermekeket, a nehéz családi környezetből érkezett gyermekeket. Mi volt ez a technika? Hát én egy rendkívül jó családból érkeztem, így amikor megláttam, hogy a gyerekek úgy kezelik a konfliktusaikat, hogy oda ütnek, oda rúgnak, oda csapnak, mindenhogyan csak nem megbeszéléssel, az így eléggé megviselte a lelkemet, és úgy döntöttem, hogy ezt muszáj valahogyan rendbe tenni, és nekikezdtem ennek a dolognak. Régebben én tékvándoztam egy ideig, és volt egy srác, aki pedig kickboxolt. Ez így rosszul hangzik elsőre, de nyilván nem úgy fegyelmeztem meg őket, hogy én is elkezdtem lerugdosni őket, hanem összegyújtuk ezt a kettőt, és egy edzést csináltunk belőle, ami a gyerekek szemében most a boxedzés lett, és így kezdtünk el dolgozni. Ugye az edzésen elég konkrét keretek vannak, elég jól lehet tartani a kereteket, határozott fegyelem, mindenki tudja, hogy mi a következménye annak, hogyha verekszik, hogyha rosszat csinál, ha késik edzéssel, stb. És így próbáltuk azt, hogy az agressziójukat levezessük egy kicsit, a feszültséget feloldjuk, és megtanuljanak úgy verekedni, ütni, hogy azt ne feltétlen egymás ellen használják fel. Mit gondolsz, hogy számodra mi lesz a hozadéka ennek a programnak? Én nagyon jól megtanultam azt, hogy hogyan lehet a konfliktusokba belemenni, és azután kijönni azokból úgy, hogy kevésbé sérüljön az ember. Sok konfliktus van az otthonban, a felnőttekkel is, a gyerekekkel is, amiket nem lehet kikerülni, különben sosem oldódnak meg, és bele kell állni, fel kell vállalni a konfliktusokat, és nem lehet másképp. Azt mondtad, hogy emberséget közvetíteni a gyermekeknek. Mire gondoltál, amikor ezt fogalmaztad meg az előadások során? Ugye, amilyen háttérből érkeznek, nagyon horror történetek vannak. Az alap dolog az, hogy ők fizikailag bántalmazva voltak, pszichésen bántalmazva voltak, lelkileg bántalmazva voltak. Nem mindenki, de a legtöbb gyerek, és sosem látták azt a hozzáállást, amikor értékesnek, elfogadhatónak, szerethetőnek érzik magukat, hogy a fegyelmezés nem az, hogy rá kiabál valaki, vagy megüti, vagy a szobájába zavarja, vagy órákig padlót kell sikálnia, hanem le lehet ülni, meg lehet beszélni, lehet feléjük szeretetet közvetíteni, ahogy az emberek az ő világukon kívül élnek és intézik az ügyeiket. Úgy érzed, hogy sikerült? Már nincs annyi erőszak az intézmény lakói között? Úgy érzem, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy ezt ennyi idő alatt meg lehet oldani, 5 hónapja vagyok itt, de úgy érzem, hogy azért valamennyi eredményt fel tudok mutatni, ha nem is sokat. Tehát a gyerekek már, ha látják a szemvillanásomat, akkor hátralépnek és leengedik a kezüket, és ezt nem a tőlem való félelemből teszik, hanem azért teszik, mert ők is belátják, hogy amit tenni akarnak, az nem feltétlen helyes. Volt, amikor 2 héttel ezelőtt szánkózni voltunk, és 2 fiú egymásnak ugrott. Én a domb felső végében álltam, és azonnal rohantam, mert ilyenkor nem segít más, csak a tűzoltás, azonnal szét kell őket választani, és csak utólag lehet megbeszélni. De ebben az esetben nem volt rám szükség, mert egy 3. srác közéjük állt, széttolt őket, és mondta, hogy srácok, nyugi, elég volt. És ha nem is túl nagy örömmel, de leálltak a srácok, és hátraléptek. Thank you.
Köszönöm szépen!